Próbáljuk azonban megtalálni az apró örömöket is az új tanév kezdete előtt. A Szabó László, a Lafókó Művészeti Iskola képzőművészeti táborában a gyerekek a Manó Kertovi székeit varázsolták újjá a kicsik számára. Az átadó ünnepségen az ovisok örömmel fogadták ezeket az eszközöket, fel is avatták egy székfoglaló játékkal, majd pedig közös sütizéssel vendégelték meg az iskolás alkotókat. Azok, akik rendszeres nézőink, tudják, hogy korábban beszámoltunk a Szabó László Lafokú Művészeti Iskola képzőművészeti táborairól. Azokban a napokban, hetekben a gyerekek a Manókert ovi székeit festették meg, varázsolták szebbé őket, mindegyiket a csoport elnevezése szerint. Így került például egy-egy székre Mici Mackó vagy Ficánka. A művészeti iskola számára ez egy program része volt, aminek a lényege az, hogy a gyerekek kis csapatokban dolgozva eljussanak a probléma felvetésétől a megoldásokhoz. Javaslatig, és mindeközben közösen megvalósítsanak valamilyen kézzelfogható végeredményt. A design gondolkodás egy olyan kreatív probléma megoldási folyamat, amelynek során megértjük a környezetünkben lévő jelenségeket, különböző fejlesztési lehetőségeket ismerünk fel, és a tudásunkat, tapasztalatunkat felhasználva egy olyan újszerű megoldást keresünk, vagy megoldásokat keresünk, amelyek minden érintett igényeit figyelembe veszik. Ez a módszer sok olyan helyzetben felhasználható, ahol adott egy komplex probléma. A cél nem is igazán a végeredmény helyes megtalálása, hanem egy működőképes, megvalósítható megoldás kidolgozása, amely aztán pozitív hatással van a környezetünkre. Miután lehult a lepel, a gyerekek birtokba is vették az új székeket. Mi mással is avathatták volna fel azokat, mint egy székfoglaló játékkal, ami az egyik kedvencük. A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola és a Manókert óvoda között az együttműködés több évre nyúlik vissza. Én már, amikor ebbe az óvodába kerültem, már akkor szoros kapcsolatot ápolt a két intézmény. A néptáncosok mindig részt vesznek a rendezvényeinken, a születi mulatságainkon. Több gyermekünk jár a művészeti iskolába, mind néptáncolni, mind pedig a képzőművészeti tanszékre. Festeni, rajzolni, fazekaskodni, és itt az óvodában is nagyon sok művészeti tevékenységre van lehetőségük, amiben mindig partner nekünk az iskola. És ezért örültünk most ennek az új lehetőségnek, mert ilyenféle kapcsolatunk még nem volt, és egy új utat nyitottunk ezzel a közös együttműködésünknek. Ezt akartam kérdezni, hogy várható ennek még folytatása? Mi nagyon szeretnénk, hogy folytatása legyen. Beszéltünk is Hanikóval erről, hogy mi már a következő nyári táborra is készítjük a székeinket, mert egyrészt örülünk annak, hogy ezek a szép színes székek inspirálóak a mi óvisaink számára is. Minden csoportba fog kerülni ezekből a székekből, hiszen minden így csoportnak a szimbóluma megjelenik a székeken. Ezt is kértük előzetesen, és nagyon-nagyon szépen eleget tettek ennek a felkérésnek, és ezen kívül pedig az is nagy örömmel tölt el bennünket, hogy jelen állapotában és régebbi óvodásaink is részt vettek ezekben a táborokban, ahol ezek a székek készültek, ezáltal is egy kis emléket és egy kis örömet adva az óvisainknak és nekünk felnőtteknek is. Azok az óvisok, akik mondjuk nehezen illeszkednek be ide, vagy esetleg félnek az új környezettől, egy-egy ilyen szék, ami kis dolognak tűnhet, hogy színes egy szék, ez segíthet a beilleszkedésben? Így van, az apróságok néha sokkal többet jelentenek, mint ahogy mi azt felnőttek gondolnánk, mert a gyerekeknek a színes, számukra varázslatos és megfogható dolgok nagyon sokat, tehát nagyon pozitív érzéseket hoznak felszínre, ezáltal egy picit könnyítik a beilleszkedésünket is, illetve hát az, hogy ezek a székeken a mindennapokban fogunk ülni, és kiül rá, és kihasználja, ez azt gondolom, hogy ez azért egy izgalmas jövőt mutat.
Az Oviban nagy hangsúlyt fektetnek a személyiség fejlesztésére, ennek remek eszköze a festés és az alkotás. Úgy gondoljuk, hogy a mai világban a kreativitás elősegítése, előhívása, illetve az önmegvalósítás fontossága nagyon-nagyon fontos ebben a korosztályban, ezért a festésben a gyerekek a saját gondolataikat, élményeiket, ötleteiket hozhatják felszínre, valósíthatják meg, és ezáltal is elősegítjük az ő önmegvalósulásukat. Itt az Oviban van egy kincses kamra kézműves műhelyünk, ahova az ilyen érdeklődésű gyerekeket szoktuk összegyűjteni, és a festészetnek, a festésnek, a rajzolásnak különböző lehetőségeket, megismertetni őket, ezáltal is egy picit segíteni az ilyen irányú érdeklődésüket és fejlődésüket. A gyerekek örömmel álltak kameránk elé, ahol elmesélték, hogyan alakultak ki a székek végső formái, és hogyan tetszik nekik az alkotás. Mesélj nekem, Mimike, hogy tetszenek a székek? Nagyon jó. És szerinted? Ezek nagyon szép székek. Milyen ábra a kedvencetek? Póni. Ficánka. Neked melyik tetszik a legjobban? Amit mi festettünk. És ti melyiket csináltátok? Egy ficánkásat. Nehéz volt festeni? Én csak csiszoltam. És pont ez volt a programnak a lényege, hogy mindenkinek meglegyen a maga feladata, amit elvégez, amire büszke lehet. Az óvisok sütivel várták a kis alkotókat. Ezzel az akcióval a két intézmény közötti együttműködés tovább mélyült, a gyerekek közötti kapcsolat is erősebbé vált, az óvi felszereltsége pedig még szebb és változatosabb lett.